Még mindig maradunk az előző beszélgetésben is említett lakástakarék pénztári ügyeknél. Én ugyanis azt gondolom, hogy azok a kedves nézőink, akik mondjuk a hát maximum bruttó 48 óra alatt még megpróbáltak lakástakarék pénztári szerződést kötni, és mondjuk nem jutottak el odáig, mert nem volt rá idejük, hogy egyszerűen nem kerültek sorra, azok valószínűleg még máig dühöngenek, úgyhogy érdemes beszélni erről a témáról. Felcsuti Péter, a Bankszövetség korábbi elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok. Kicsit kerüljünk más pozícióba, ha ön van kormányon pénzügyi gazdasági szakemberként. Ugyanezt tette volna, hogy 48 óra alatt lezavarja, hogyha az a szándék, hogy ezt lassan kivezessék a piacról? Biztos, hogy nem. Ebből a szempontból, ha nem beszél nagyon rossz néven, engem mindig egy kicsit csodálkozással tölt el az a megértő, vagy majdhogy nem megértő hangvétel, amivel a média és a politológusok a mi kormányunknak az ügyességéhez, a kis rafináltságához viszonyulnak, hogy milyen rafináltan, ügyesen mindenki elintézzék. Kritizálja. Hát például az előző műsorban ugye azt hallottuk, hogy milyen célszerű volt az, ahogy a kormány ezt a dolgot csinálta, milyen rafinált, milyen ügyes, milyen hasznos az, ahogy a kormány az ilyesfajta ügyeket intézi. Bocsánat, csak tisztázunk, van, amit nem megvédeni akarom Böcskei Balázs, csak ugye politikai kommunikációs szempontból mondta azt, nem az ez, emberek igen, szempontjából, nem, mert hogy hamar lezavarjuk, akkor nem beszélnek róla olyan igen, sokáig. Ezt nevezem, én hasznosságnak. És azon csodálkozom, hogy mennyi elismerés van ezekben a szavakban, hogy milyen ügyes a kormány, amikor ilyen politikai kommunikáció szempontjából ilyen ügyesen végzi ezt a dolgot, miközben figyelmen kívül maradnak ennél sokkal fontosabb, tehát a rövid lejáratú hasznosságnál, vagy a rövid lejáratú célszerűségnél sokkal fontosabb kérdések vannak itt például a bizalomról. Az, hogy egy kormány iránt, vagy egy kormányzati akció iránt milyen a társadalom bizalma. Építik ezt a bizalmat az ilyen rapid, instant jellegű intézkedések, vagy inkább rombolják a bizalmat. És én történetesen azt gondolom, hogy elismerni a politikai kommunikáció hasznosságát egyfelől, és nem említeni azt, hogy de közép és hosszú távon ez rombolja a társadalom bizalmát, a társadalomban élő embereknek a bizalmát a kormány iránt, és hogy ez a bizalom rombolása milyen következményekkel jár az ország teljesítményére nézve, azt hiszem ezt figyelmen kívül hagyni pedig nem célszerű. Én ennek nagyon örülök egyébként, hogy nem csak közgazdasági, hanem ilyen szempontokat is behoz a beszélgetésbe, ezt egyébként nem is reméltem volna, csak akkor most hadd kérdezzek rá arra, hogy magánnyugdíjpénztárak. Ha azt mondják akkor, hogy úgy, ahogy van 3000 milliárd forintot, mondjuk, hogy einstandoltak az emberektől el, és utána nem megy ki mindenki az utcára, és ez így átmegy, akkor igazából bármit meg lehet csinálni az emberek bizalmával. Lehetséges, hogy sok mindent meg lehet csinálni, nem a bizalmával, hanem az emberek reakciójával. Tehát lehetséges, az emberek nem feltétlenül úgy reagálnak, hogy az utcára vonulnak, és a padokat dobálják, vagy felszedik a követ, az utcakövet a flaszterből. De attól még a társadalom működő képessége szempontjából az egy fontos kérdés, hogy a társadalom tagjai apatikusak, hogyan viszonyulnak a kormányzathoz, mit gondolnak arról, hogy mennyire lehet bízni a kormányzat méltányosságában, kiszámíthatóságában, a gazdaság szereplői ehhez hogyan viszonyulnak. Nézze meg, még a bizalmat elvesztették el, mert újra megválasztották őket az emberek. De az emberek lehet, hogy megválasztják őket, de a gazdaság szereplői nem hajlandók, vagy nem eléggé hajlandók közép-hosszú távú beruházásokat végrehajtani, mert egy olyan közegben, amelyikben nem lehet kiszámítani a kormány közép-hosszú távú intézkedéseit, nem nagyon érdemes hosszú távra elkötelezettséget vállalni. Én most nem a kormányzati álláspont vagyok, nyilván csak muszáj közbevetnem dolgokat. Jönnek az autógyárak. Az autógyár az egy összeszerelő üzem, az nem túlságosan érdekes dolog. Autógyártól fellendülés vagy hosszú távú felzárkózás Magyarországon soha nem lesz. A magyarországi gazdaság szereplőinek a hosszú távú elkötelezettsége az olyan tevékenységek iránt, amelyek innováció, technológiai fejlődés, ezek fontosak a felzárkózás szempontjából, és én azt nem látom, hogy Magyarországon kiemelkedően magas lenne akár az innovációs tevékenység, akár széles értelemben a beruházási tevékenység. Az, hogy egy-egy autógyár idejön, mert egyedi üzleteket köt a magyar kormánnyal, az nem jelenti azt, hogy Magyarországon olyan gazdasági klíma van, olyan gazdaságpolitikai környezet van, ami 100 és 100 ezer gazdasági szereplő számára elfogadható lenne. Az egy-egy autógyár számára elfogadható, a vállalkozás
vállalkozók tízezerei számára meg nem elfogadható. Tehát én azt gondolom, hogy a legelső ezzel az attitűddel, a legelső probléma ezzel az attitűddel az, hogy rombolja a bizalmat. Ha van egy másfél évtizede, vagy több mint másfél évtizede jól működő, és egyébként Közép-Európában lassan 100 éve jól működő pénzügyi instrumentum, amit úgy hívnak, hogy lakástakarék pénztár, annak a feltételeit lehet esetenként kell módosítani, ha az idők változása vagy a körülmények változása ezt indokolta. Még maguk teszi. A pénzintézetek is azt mondták, hogy arra számítottak, hogy csökken mondjuk. Igen, tehát én azt gondolom, hogy erről lehet ilyen döntést hozni, ez olyas valami, amit nyugodtan tárgyalni lehet. De 3 nap alatt megszüntetni úgy, ahogy van, nem lehet. Tehát ez az első. A második, amit szeretnék mondani, hogy az nem véletlen, hogy melyek azok a pénzügyi instrumentumok, amelyek leginkább célkeresztben vannak. A lakástakarék pénztár az nem a gazdag emberek befektetési vagy megtakarítási instrumentuma elsősorban. A gazdag embereknek nincs szüksége a lakástakarék pénztárra. A lakástakarék pénztár, mint műfaj, elsősorban a kis és közepes jövedelmű emberek megtakarítási formája, és egyébként nem is feltétlenül lakásvásárlásra, hanem főleg felújításra, korszerűsítésre szolgál. Ezt megcélozni, és minden előzmény nélkül hát gyakorlatilag tönkretenni, vagy nagyon közel vinni a szakadékhoz, ez azt gondolom, hogy ennek van valamennyi üzenetérték, amit nem célszerű figyelmen kívül hagyni. Segítsen nekünk megérteni, mert egyre érthetetlenebb, hogy minél jobban és jobban elemezzük. Ugye valóban nem a gazdag emberek megtakarításáról van szó. Kis emberektől elvenni egy ilyen lehetőséget. Tényleg most már lassan 20 éve nagyon sokan építettek erre. Már amikor a gyerekük megszületett, erre számítottak, hogy ebből lesz majd a gyereknek később önrész a saját lakásához. Tehát része volt az emberek életének. Miért érte meg, akkor fogalmazzunk úgy nagyon erősen ebbe a társadalmi csoportba így belerúgni. Én azt gondolom, hogy ugye jó lenne, ha tudnánk, de ha valami 3 nap alatt lepörög, különösebb indoklás, ahogy itten elhangzott, képviselői előterjesztés, vagy egyéni képviselői előterjesztés formájában, ami tehát nem követeli meg a hatástanulmányokat, a társadalmi egyeztetést, tehát a dolog, mondjam, ki van találva, úgy tetszik. Fontos cél lehetett az, hogy ne tudjuk meg, hogy mi ennek az intézkedésnek a motivációja, hogy csak találgathassunk. Például én is itt ülve esetleg csak találgatni tudom. Hát én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy a kormány által alternatív, működtetett alternatív instrumentumok, amilyen például a csok vagy a lakáslottó, nem mennek elég jól. Nem véletlenül nem mennek elég jól, szerintem se azért nem mennek elég jól, mert rosszul vannak kitalálva, és nincs rá. Valójában ebben a formában nincs ezekre szükség. Próbálok még minél egyenesebben rákérdezni a dologra, mert talán úgy jutunk el valahova, úgy jutunk el ából véve. Nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy melyikről van szó. Mert ugye, ha azt mondjuk, hogy ezt a pénzt a csokba akarják beleforgatni, könnyítenek a csok feltételein, többen juthatnak hozzá, akkor mondjuk azt nagyon leegyszerűsítve. Nyilván akkor ez egy ideológiai kérdés, mert azt mondja az állam, hogy én azokat szeretném támogatni, akik gyereket vállalnak. Tehát ez egy társadalompolitikai szempont. Ha azt mondjuk, hogy valahogy a nemzeti otthon teremtési közösségeket, közismertebb nevén lakáslottot szeretnék előnybe hozni, az már egészen másról szól, az szintisztán csak arról, hogy egy gazdasági érdekcsoportot akarunk helyzetbe hozni, és ennek érdekében még az sem fáj, hogy emberek millióinak nem tetszik ez a döntés, ami a lakástakarék pénztárakkal történt. Tehát nagyon nem mindegy, melyiket tartja valószínűleg. Még egyszer mondom, egyébként én nagyon nem szeretek találgatni, tehát engem kifejezetten zavar az, amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy nekem tippelnem kelljen valakinek a szándék. De most már nincs olyan pozícióban, hogy ne tehetném. Nem azért, mert hogy ez bármilyen formában kínos lenne számomra. Egyszerűen műfajszerűen én nem szeretem a találgatásokat. Én szeretek tényeket, és ismerni. Jól tudom, számok, és akkor az ember remélhetőleg van. Racionálisabbnak? Én azt gondolom, hogy ez így önmagában rosszul van elképzelve. Ezek nem feltétlenül egymással konfliktáló, tehát egymással konfliktusban lévő instrumentumok, akár párhuzamosan is működtethetők. De megint csak azt kell mondanom, hogy a lényeg inkább azonban, hogy mennyi idő alatt, milyen előkészítéssel, milyen kommunikációval hajtanak végre egy ilyen intézkedést. Ha például azt mondták volna, hogy hát lecsökkentjük a felére, vagy 3 éven belül kivezetjük,
minden évben 30%-kal csökkentjük a meglévő támogatás mértékét. Ez olyas valami, amit a gazdaság szereplői, a társadalom szereplői értenek, tudnak hozzá alkalmazkodni. Ha valamit 3 nap alatt keresztül verünk, akkor meg nem tudnak ez alkalmazkodni, de akkor megint az a benyomás keletkezik, hogy hopp, megint kiszúrtak velünk. Amit lehet úgy mondani, hogy ügyes volt a kommunikáció, de úgy is lehet mondani, hogy rombolja a bizalmat. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes kérdésekről beszélgettünk. Hú, de szeretnék most belelátni a döntéshozók fejébe. Sokszor érzem ezt most különösen. Köszönöm én is.